A jazz maga a szabadság. Szinte azonnal megszólította ez a műfaj Kleb Attilát fotósként és koncertszervezőként. Pályafutása az MTI-nél indult 1991-ben. Akkor kezdett el a kulturális rovatnál koncerteket fotózni, amikor egyre nagyobb produkciók érkeztek az országba világsztárokkal. 1998 óta készít rendszeresen műtermi portrékat, a zenészeket pedig 2016 óta fotózza a backstage-ben. A jazz az nekem egy nagyon közel álló műfaj, valószínűleg azért, mert hogy a jazz is szabad, és én is egy nagyon szabad embernek tartom magamat, és fontos a minden szempontból a szabadság, az, hogy ne legyenek megkötve a kezeim, hogy alkotni és úgy szeretek, és hát a jazz az pont ez a műfaj. Igyekszik gyorsan lebontani azt a falat, ami olykor a kamera és a portré alanyok között áll. Beszélgetésekkel és személyes kapcsolat kialakításával oldja a hangulatot. Nem volt ez másként Richard Bona basszusgitáros énekessel sem. Amikor volt az első fesztiválunk, akkor pont itt volt az Omászosza, és nálam voltak a feleségével, mert a szállodából már ki kellett csekkolniuk. Bonát hoztam be a repülőtérről, mondtam neki, hogy hát főztem neki levest, ahogy megígértem, hogy a reptéről befele meg kellett állnunk, úgyhogy az Omászoszával együtt leveseztek, és el voltak ájulva talán nagy 3 kilós fehér kenyértől, és ott fotózkodtak, hogy ilyen hatalmas kenyér. Most lássuk az alkotó folyamat részleteit. Itt állunk pont Joshua Redman képe mellett, aki a koncertet megbeszéltem a fotózást, majd így koncert előtt így le akart lépni, és mondtam neki, hogy megbeszéltük, hogy 5 perc az egész, leült, megcsináltuk, és mi fú, tényleg ez annyi volt, és mondtam, hogy megígértem, te is megígérted a fotózást, úgyhogy megcsináltuk. Például itt van mellettünk Ron Carterről készített portré, aki most a napokban 85 éves, és az európai turnéjához ezt a képet használja promóciónak. Az egyik leghíresebb jazz magazin címlapján láthattuk ezt a képet. Liz Wright, az egyik leghíresebb jazz énekesnő, és róla készült egy sorozat. Most nem esküszöm meg, hogy pontosan ez a kép, de ebből az 5-10 képből az egyiket elkértem a Jazz Vibes magazin címlapjára. A képek őszinteséget és azt a könnyed életfelfogást közvetítik, ami a jazz zenészek sajátja. Nagyon szeretem azt, hogy ő tényleg valójában azt akarja látni, ami igazából vagyok. Tehát semmi olyasmi beállítás nincs, vagy egy olyan kényszer, aminek meg kéne felelni, hanem beállít egy helyre, gyönyörűen bánik a fényekkel, és pont elkapja azt a pillanatot, ami igazából az embernek az arcán, vagy az arc kifejezésén a belsőjét tükrözi. A szemek nagyon érdekesek, és a kezek. Nyilván az ember zenészként ugye a kezével dolgozik, általában a zenészek 80%-a kezével dolgozik. Talán ennek tudható be ez a fajta gondolkozás, másrészt pedig a szemek nagyon sokszor elárulnak pár dolgot a művészről. Lukács Miklós hozzáteszi, hogy minden ország jazz zenéjének karaktere egyéni, és érdekes, amikor mindez egy közös improvizációban egyesül. Kleb Attila a koncertszervezés útján segíti különböző kultúrák és műfajok találkozását. Következő álma egy saját jazzklub, ahová már csak szórakozni jár, és közben meg tudja állni, hogy ne fotózzon.